Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez a forrás van, ez az üzenet számotokra, hanem képek is. Ezúttal két képet kaptam. Az elsőn volt egy fehér ló, egy gyönyörű állat. A háttérben pedig a tenger. A második képen volt egy színház, egy színdarab, és ott látható volt Rómeó és Júlia. Hogy értelmezed a képeket, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! Ahogy én láttam, a fehér ló jelenti a mozgást. Előre mennek az események. Ez a fehér ló szimbolizálhat egy fehér autót is. A háttérben a tenger. Ez lehet egy utazás, vagy külföldi kapcsolatok. Azt is jelentheti a tenger, hogy itt érzelmekről van szó, hiszen ez a víz eleme, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. A színdarabon ott volt Rómeó és Júlia látható, tehát itt szerelemről van szó. És itt te játszod a főszerepet. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes channelinget a Bibliából, a díjam 4000 forint. És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok az aktuális üzenetre. Te szeretnél valamit megtartani, és ez egy helyes döntés. A következő napok ideálisak ahhoz, hogy legyen egy új kezdet, mert ezzel szerencséd lesz. Itt majd gyümölcsözni fog valami. Valaki ott lesz előtted, beszélni akar veled, tisztázni szeretne veled valamit. A szíved az olyan, mint egy tempel. Ezt őrizd meg, látogasd meg, nem csak most, hanem ez kísérjen el téged életed végéig. Mindig gondolj arra, hogy az életed számodra egy ajándék. És a szív az a hely, ahol megtalálod a szeretetet, a szerelmet. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.